hogyan válasszunk mosogatógépet? Amikor felmerül a kérdés, hogy mosogatógépet kell vásárolnunk, első körben azt kell eldöntenünk, hogy mosogatógépünk szabadonálló mosogatógép legyen-e, vagy beépíthető. Szabadonálló mosogatógépeknek hívjuk azokat a készülékeket, amelyekre nem kerül bútorerőlap, ezek a modellek kaphatók fehér, illetve kaphatók rozsdamentes színben. Szabadonálló mosogatógépeink kaphatóak 45 centi szélességben, 9 terítékes kapacitással, illetve kaphatóak 60 centi szélességben, 13, 14, illetve 15 terítékes kivitelben. Miután eldöntöttük, hogy milyen készüléket szeretnénk, meg kell vizsgálnunk a méretét. A 45 centi széles készülékek 60 centi mélyek, 85 centiméter magasak. A munkalappal, ha levesszük a tetejét, akkor 82 centi lesz a magasságuk. A 13, 14, 15 terítékes mosogatógépek 60 centi szélesek, 60 centi mélyek, és ugyanúgy 85 centi a magasságuk munkalappal. Ha levesszük a tetőt, akkor 82 centi lesz a magasságuk. Amit meg kell még vizsgálnunk egy mosogatógép vásárlásnál, az az energiaosztály. Energiaosztály szerint lehetnek A+, A2+, illetve A3+ energiaosztályúak a készülékeink. Fontos szempont mosogatógép vásárlásnál a zajszint. Minél kisebb decibellel dolgozik a készülék, annál csendesebb. Nézzük egy kicsit a rozsdamentes választékot. Belső elrendezés alapján a 45 cm széles készülékek lehetnek egyszerűbb kivitelűek, ahol a felső kosár magassága csak úgy állítható, hogyha szétszedjük és a görgőkön áthelyezzük őket. Az egyszerűbb készülékeknél még nem lehajtható a tányértartó. Ezek viszonylag magasabb fogyasztásúak és zajosabb készülékek. Egy szabadonálló készüléket a pult alá is el tudunk helyezni a munkalapjának a levételével. Magasabb kategóriának nevezzük azt a készüléket, ahol a felső kosár magasságát már egy kézzel tudjuk állítani, található mondjuk benne lágy gumitüskesor, lehajtható tányértartó van benne, illetve az alsó szórókaron egy plusz szatellit szórókar helyezkedik el. A 60 centis készülékeknél vannak 15 terítékes kivitelű modellek. Itt ezeknél már nincs evőeszközkosár, hanem egy külön evőeszköz tálcába tudjuk elhelyezni az evőeszközöket, ami könnyen kivehető, akár a sütőnek a tepsiét is be tudjuk tenni helyette. Itt is megtalálható az egy kézzel állítható kosár, illetve a lágy gumi tüskesor mellett egy gumigyűrűvel tudjuk a poharak szárát is rögzíteni. Itt is lehajtható egyik oldalon a tányértartó, főzőedények jobb elhelyezése véget, itt is található szatellit szórókar. 15 terítékes mosogatógépeknél már XXL-es belső tér van, ami azt jelenti, hogy lejjebb van engedve a fenéklemez, így több edényt tudunk benne elhelyezni. Fontos kiemelni, hogy a készülékeink AirDry technológiával rendelkeznek, a program végén kinyitják az ajtót, így a beáramló hideg és a kiáramló meleg levegő segítségével gazdaságosabban tudjuk szárítani az edényeket, evőeszközöket. Nézzük a beépíthető modelleket. A beépíthető modelleknél szintén találhatóak 45 cm széles 9 terítékes modellek, illetve 60 cm széles 13, 14 és 15 cm készülékek. A beépíthető modelleket is ketté tudjuk választani, az szerint, hogy teljesen integrált-e a készülék, ebben az esetben a készülék ajtajának élén található a kapcsolópanel.
vagy pedig lehet rozsdamentes acélkezelő panellel, így látható az például, hogy hány perc van hátra a mosogatási időből, minden más paraméterben megegyeznek a szabadon álló készülékekkel. Teljesen integrált 60 centi széles készülékeknél is az ajtó élén található a kapcsolópanel. Itt már vannak szöveges kijelzővel ellátott modellek, természetesen a magyar nyelvű szoftver is megtalálható benne, így könnyebben tudjuk állítani a készüléket. Magasabb kategóriájú modelleknél már van benne belső világítás is. A teljesen integrált, beépíthető 60 centis modellek között található úgynevezett komfortliftes modell, ami azt jelenti, hogy az alsó kosarat, hogyha kihúzzuk, akkor az automatikusan felemelkedik, lényegesen kényelmesebb lesz a készülékben az edények be, illetve kipakolása, és egy egyszerű mozdulattal le is tudjuk engedni. A 60 centis modellek között is megtalálhatók azok a készülékek, 13, 14, illetve 15 terítékes kivitelben, melyeknek rozsdamentes acél kezelő panelje van. Ahogy említettem, volt teljes mértékben megegyeznek a szabadon álló készülékekkel használhatóság és funkciók szempontjából. 14 terítékes mosogatógépeket az különbözteti meg a 15 terítékesektől, hogy a felső tárca nem kivehető, ez fixen van beépítve a készülékbe, ide is egyesével tudjuk beleállítani az evőeszközöket, illetve hosszabb tálalóeszközök elhelyezésére, kések mosogatására is lehetőségünk van. A mosogatógépek között is találhatók inverter motoros készülékek, ami azt jelenti, hogy nincs bennük szénkefe, nincs kopóalkatrész, ezáltal hosszabb élettartamúak és csendesebbek lesznek az inverter motoros készülékek. Az inverter motorokra a gyártó 10 év garanciát ad.